Hi, Dan. I know and have told the landlord that I don't have money. Yeah, hate it so much. You know, yeah. I hope you can help in this movie. I've searched a lot, but I can't find. Thank you. Bye bye. Na most akkor magyarul is elmondom. Sziasztok! Ugye ezt a filmet, amit ugye már évek óta keresek, csak nincs meg. Elveszett. Igen, biztos valahol. Amire én emlékszek belőle, azt elmondom. Bár ugye már sokszor kiposztoltam, de senki nem tudja a címét. Bár azt többen írtátok üzenetben, hogy láttátok, meg van ilyen film valóban, szóval nem keverem össze valamivel, de a címét is sem tudtátok, úgyhogy most azért, hát ha itt valaki segít, vagy felismeri. Akkor a tartalmát elmondom, amennyire én emlékszek belőle, jó? Na, akkor van benne egy nő, én úgy emlékszem, hogy szőkehajú, de aztán ez sem biztos már, jó? Nekem úgy rémlik, hogy szőkehajú nő van benne, és ennek a nőnek alvászavara van, de azt nem tudom, hogy ez állandó, vagy csak most valami kiváltotta nála. A lényeg, hogy most alvászavarral küzd. És van egy férfi dokija, akihez jár, olyan, hát nem is tudom, ilyen pszichiáter, vagy pszichológus, vagy valami terapeuta. Na, nevezzük dokinak, jó? Így legegyszerűbb. Akkor ehhez a dokihoz jár a nő, és ugye az egyik ilyen alkalom van, amikor úgy beszélgetnek, a végén ugye ez a férfi ad a nőnek egy lemezt, ami lemez. Szóval nem CD, nem kazetta, hanem ami olyan régi fajta lemezjátszókhoz kellett, olyan lemez. És azt mondja a nőnek, hogy amikor lefekszik aludni, akkor hallgassa ezt a lemezt. És akkor majd fog tudni tőle aludni. Mert hogy ilyen nyugtató zene van a lemezen. És hát a nő hazamegy, most nem tudom, hogy aznap, vagy egy későbbi alkalommal, mindegy, a lényeg, hogy otthon van, és ugye felteszi ezt a lemezt hallgatni, és az elején, hát valóban ilyen nyugtató zene van a lemezen, csak aztán egy idő után átvált, ilyen hát misztikus, ilyen rejtélyes, na igen, hipnotikus zenére. És hát a nő ilyen transzba esik, vagy nem is tudom, hogy hogyan mondjam. És fel alá járkál a lakásban, és akkor ugye az éjjeli szekrényön a szobában talál egy könyvet. És ugye elkezdi olvasni, és ami ebben a könyvben le van írva, az a nővel megtörténik. Olyanok van benne például leírva, hogy kutya vonyítás hallasz kívülről. És akkor ugye az ablakon beszűrődik, ahogyan kutya vonyít. És még olyan van, hogy hallod, hogy valaki jön fel a lépcsőn,
És akkor igen, hallja, hogy jön fel valaki a lépcsőn, akkor van benne olyan is leírva, hogy másnap követnek az utcán. És igen, valóban valaki követi a nőt másnap, szokásos fekete alak, igen, amilyenek a filmekben vannak, ugye, igen, arcát nem látjuk, fekete kabát, igen. És hát nem tudom, hogy ez megtörténik-e a nővel, de a filmben leadják, hogy követik, meg ugye a kutyavonyítás, meg a lépteket hall, ugye, és hát ugye utána nekem ilyen nagy semmi, üresség, ugye, mert nem tudom, hogy hogyan folytatódik a film utána, hanem a vége az az, hogy kiderül, hogy a doki, a férfi doki valahogy bejutott a nőnek a lakására, és kicserélte a lemezt. Szóval eredetileg akkor valószínű, hogy a gyógyító hatású lemezt adta a nőnek, csak aztán bejutott a lakására, és kicserélte erre a hipnotikus zenét tartalmazó másik lemezre. És még az is ugye benne van, hogy ezt a könyvet, amit a nő megtalált az éjjeli szekrényén, azt is a doki tette az asztalára, ugye oda a az éjjeli szekrényre, hogy találja meg a nő. És hát kiderül, hogy valamire használni akarta a nőt, vagy nem tudom. Ennyi, amire én emlékszem. És sajnos sem szereplő neve, sem a rendező neve, sem színészek neve, semmi nincs meg. Az sincs meg, hogy melyik évben készülhetett, bár régi film lesz. Én, amikor láthattam ezt tévében, hát az is elég tágas, mert nem tudtam behatárolni konkrétan, csak így csatszolom, hogy mikor lehetett, mondjuk ilyen 96-tól, mondjuk 2006-7-ig. Talán úgy láthattam tévében, vagy lehet, hogy még kicsit így a 2010-es évek is belemehetnek. És hát, hogy hol, azt megint nem tudom, hogy melyik csatornán, de lehet három tippen. Az egyik az a Filmmúzeum, ugye régen volt ez a csatorna, ami ugye csak ilyen régi filmeket adtak. A másik a Film Plus 2, amikor még volt, ugye ott szoktak ilyen tematikus délutánokat csinálni, és talán a horror, a thriller, mikor ez volt, akkor láthattam, vagy pedig van ez a Sundance, ugye, ez a filmfesztiválos, igen, csatorna, hogy talán ott, de nem tudom konkrétan, hogy hol láthattam, biztos, hogy tévében láttam, mert én moziban nem járok, szóval tévében volt az tuti. De nem tudjuk a címét, viszont azt többen írtátok, hogy láttátok, ugye? Csak ti sem tudtátok, hogy mi lehet a címe. Na, úgyhogy ha valaki esetleg tud segíteni, vagy hogy tippet adni, hogy hogyan keressük, akkor azt köszönöm.